Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános jóslás, és ezúttal az angyalokat kértem meg, hogy küldjenek egy üzenetet, hogy mi fontos, miről van szó, mire kellene odafigyelni. Az angyal, aki küldi az üzenetet, ott felül látható angyal Anael. A neve az tulajdonképpen felhőt jelent. Ez az angyal odafigyel a szerelmi témákra és a szexuális témákra is. Segít abban, hogy összejöjjetek, hogy legyen egy párkapcsolat, sőt, segíthet abban is, hogy ez a párkapcsolat házassághoz vezessen. Hogy milyen helyzetben vagytok, mit kellene tenni, hogyan alakulnak a dolgok, azt itt mutatják a kártyák. Ott alul, bal oldalon, a botok jelentik a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket, de ahogy látható a képen, ez a hölgy korlátozva van. Ezek lehetnek félelmek, ez lehet egy bizonyos helyzet, amikor úgy érzed, hogy nem megy tovább. Nem tudod, hogy mi fog történni, hiszen nem látsz át a botokon, ami olyan, mint egy kerítés. Tehát elérkeztél a kerítésig, de nem tudod, hogy mi van a kerítés mögött. És hiányzik a lelkesedés, hiányzik a bátorság. Ezek lehetnek kihívások is, amikor nincs kedved kimondani a véleményedet, nincs kedved megvédeni magadat, hanem hagyod így az eseményeket, de nem érzed jól magadat ebben a helyzetben. A következő képen, a második kártya balról tekintve, újra a tűz elemét jelenti. Hogy kell az életerő, meg a bátorság, fordulj el ettől a helyzettől, ami téged korlátoz. Tekints egy új irányba. Vetkezed be ezt a botot, légy bátor, mutasd ki az életerődet, vagy figyelj oda olyan dolgokra, ami lelkesít téged. A kettes szám a képen jelent egy párkapcsolatot, vagy jelenthet szerződéseket is. A hölgy kezében van a glóbusz, és az jelenti a mi földünket, tehát itt lehetnek utazások vagy külföldi kapcsolatok. Ha megnézzük a kártyát alul jobb oldalon, itt már vannak események, hiszen megváltozik a helyzet. Rájössz arra, hogy mennyire fontos, hogy a kezedbe vedd ezt a botot, és mutasd ki a tűz elemét, a bátorságodat, a lelkesedésedet, amit még a tűz eleme jelent, és itt ez a kép is, hogy aktív leszel egy bizonyos irányba. De az nem ugyanaz, mint az első képen a korlátozás, hiszen ezt a helyzetet lezárod, lesz egy új irány, ami lelkesít téged. A harmadik kártyán balról tekintve egy férfi látható, aki közeledik hozzád, átnyújtja számodra az arany érmét. Ez lehet egy anyagi segítség, vagy mivel a pénz és a munka összefügg egymással, ez lehet egy munkahelyi ajánlat is, vagy egy munkahelyi kapcsolat. Amit a kártya még jelent, ez az arany érem, ezek az értékek, hogy te értékes vagy számára,
hogy ez a párkapcsolat értékes számára, hogy mindketten értékesek vagytok ahhoz, hogy megkapjátok az élettől azt, amit szeretnétek. És ez megvalósul, hiszen ez az arany érem jelenti a föld elemét. És a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Ott középen, bal oldalon láthatóak a kelyhek. A kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ezúttal nem a te érzelmeidről, ha te egy hölgy vagy, hanem, ahogy a képen látható, itt erről a férfiről van szó, ez a te lelki társad. Nála vannak meg ezek az érzelmek. És amit a kép jelent, ezek az ő álmai, vágyai, elképzelései. Ez lehet különböző is, hiszen több kehely van. Ez lehet a hivatása, lehet a hobbija, lehet a párkapcsolat, a szerelem. Lehet az anyagi is. Például szeretne jó létben élni, és szeretné azt, ha nyeremény lenne. Ez is lehet egy kívánság, ez is lehet egy álom. De mivel érzelmekről van szó, itt inkább a párkapcsolatról, a ti párkapcsolatotokról, erről a szerelemről. Amennyiben ez a férfi hisz ebben, hogy ez az álom megvalósul, akkor tényleg így lesz. Viszont, ha ő ezt nem tudja elképzelni, és úgy gondolja, ah, ebből úgysem lesz semmi, feladja az álmait, akkor ez a kártya csalódásokhoz vezethet. De a következő képeken láthatóak az aranyérmék, a föld eleme, ami jelenti a reális dolgokat, tehát ez a kivetés arra utal, hogy ő hisz abban, hogy ez az álom megvalósul. Ott középen a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Ez lehet egy új irány, és lehetnek változások. Itt az érmék jelennek meg, ez lehet munkahelyi változás, vagy egy stabil anyagi helyzet, ami a párkapcsolatot illeti, ez a kép azt jelenti, itt most kialakul egy stabil párkapcsolat. De kell a hit ehhez, különösen, ami ezt a férfit illeti. Ami téged illet, mint hölgyet, nálad az a feladat, hogy lezárd azt a helyzetet, ami fogva tart téged, ahol korlátozások vannak, mert akkor nem érzed jól magad, akkor fáradt vagy, kimerült, inkább tekints egy új irányba, ami jelenleg lelkesít téged. Akkor úgy előre mennek majd az események. Középen, jobb oldalon újra ez a férfi látható, és tevékeny lesz. Megint a föld eleméről van szó, vagy jelentheti az ő anyagi helyzetét, vagy a munkáját, ami a párkapcsolatot illeti, itt meg lesz egy stabil párkapcsolat, ennek a kiépítése. Itt lesz egy új kezdet, egy új irány. Ezen dolgozik ez a férfi. De ahogy a képen látható, ő még sok mindent cipel, vagy sok a munkája, vagy jelentheti azt is, hogy megvannak az álmok, az elképzelések, a tettek embere, itt lesz egy új kezdet, megvalósítja az álmait veled együtt, közösen, de valamit még fogva tart, ami megnehezíti kicsit a helyzetet. Ezt el kellene engedni, és akkor minden gyorsabban, könnyebben alakult.
hiszen nem kell akkor ennyi mindent cipelnie. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez az angyal videós jóslás, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!